Fogyatékkal élő személyeknek szerveztek tehetségkutató versenyt Sepsiszentgyörgyön. A United by Music Románia tehetségkutató döntőjében Kovászna Hargita és Maros megyékből összesen 19 zenész mutatkozott be. A mozgalmat azzal a céllal hozták létre, hogy minél több fellépési lehetőséget kínáljanak a fogyatékosoknak és zenei pályafutásukat támogassák. Candy Kane, amerikai blues énekesnő egy fellépése alkalmával fogyatékkal élő énekeseket szólított színpadra. Ebből az élményből indult el 12 évvel ezelőtt a United by Music mozgalom. Romániában egyedülálló ez a mozgalom, United by Music, a hollandiai United by Music modellje alapján került el hozzánk Sepsiszentgyőre, amire nagyon büszkék is vagyunk. A célja az az, hogy olyan fogyatékkal élő tehetségeseknek a megkeresése, illetve támogatása, akik zenei tehetséggel rendelkeznek, az lehet ének, vagy lehet bármilyen hangszer, és megmutatni a nagyvilággal, hogy igen, a fogyatékkal élő személyek is ugyanúgy alkothatnak, vagy zenélhetnek olyan szinten, mint bárki más. 2018. decemberében három helyszínen tartottak válogatást, ahol 37 személy szállt versenybe. A sepsiszentgyörgyi döntőbe 19 továbbjutó áll színpadra. Ők Marosvásárhelyről, Medgyesről, Csíkszeredából, Székelyudvarhelyről, Sepsiszentgyörgyről és környékéről érkeztek. Rendkívüli kemény volt a mezőny, és valóban megérdemelte az országos döntő címet, hiszen olyan produkcióban volt részünk, amiket ha nem tudnánk, hogy fogyatékkal élő embereknek a versenye, akkor meghazudtolná őket teljesen, aki a színpadon látja őket énekelni. Mindegyik versenyző egy zeneszámot adott elő hangszeren, énekelve vagy hangszerkísérettel. Népzenét, vallásos éneket, de könnyű zenét is énekeltek vagy játszottak. A versenyzők szerint a zene egy olyan közös nyelv, ami közelebb hozza egymáshoz az egészségesek és fogyatékkal élők elkülönült világát. Ez egy nagyon jó lehetőség a fogyatékkal élők számára, hogy kiléphetünk abból a befásult közegből, amibe úgy belekényszerít a társadalom, mert a közvélemény szerint a fogyatékkal élőknek nehezebb boldogulni, hogy nem tudnak megcsinálni mindent, vagy nem képesek bármire, és így be tudjuk bizonyítani, hogy de igenis képesek vagyunk bármire, és ki tudunk állni, és tudunk bizonyítani. A bölöni Borzos Beatrice és a medgyesi Moldován Ramona első helyezést ért el. Niko Jonell második, míg a Marosvásárhelyen élő Niko Anett harmadik lett. Ők egy hollandiai kirándulást nyertek, és bekerültek a United by Music Románia zenei menedzsment hálózatába. Zenei oktatást kapnak, és a későbbiekben karrierjüket is menedzselik.